Életedben eddig is sok fájdalmat volt, de soha nem hallottál senkinek. Nem akartál másra terhelni velem, és azóta is megszoktad már, hogy mikor rólad vagy a te kérésedről van szó, akkor mindenkinek más dolga van. Mi ma egy órára félretettük mégis az otthoni dolgainkat. Tudjuk, hogy mikor te a véredet osztod, ezt nem illik áldozatnak nevezni, de a dolajpár fenyének éjszakáján te egy órán kértél az apostoloktól. Ezt az órát adjuk most neked, amit mi járunk, nem keresztül, hanem emlékezés. A keresztül a te jártad egyedül. De mikor ráesett tekinteted a téged kísérő tömegre, és mikor ott láttad mögötte minden jövendő hívedet, talán megláttál minket, és egy szemernyi enyhülés ez az óra tudja. Vedd Uram, a másik keresztül köszönet, együttérzés, veled együtt szenvedő, alázat. És áldott téged. Elítéltek téged, Uram, pedig nem bántottál soha senki. Lejöttél a földre, megnyugítottad a betegeket, megbocsátottál mindenkinek. A szegényeknek hirdetted az evangéliumot, amelyre mentél, a vakok láttak, a leprások megkeszültek, halottak feltámadtak. Senki nem vádolhatott téged bűnről, és most hivatalos bíró mondja ki, hogy népámító és lázító vagy, és kereszten kell meghalnod. Mielőtt letépték volna a ruhádat, most letépik becsületedet, és vele együtt elveszik az önkéntes szenvedés utolsó dicsőségét is. Mindenki úgy látja ezután, hogy azért szenved, mert utolért a büntetés. Még azt sem engedik meg, hogy önként lépj az áldozatok útjára. Úgy korbácsoltak oda. De én tudom, hogy hatalmad lett volna Pilátus bírói székébe ülni, és ítéletet mondani bíráid fölött. Nem tetted. Meg akartál tanítani arra, hogy minden igazságtalan ítélet célja Isten útjára vezetni az ember. Mi a te ánk? Aki a mennyekben van, szenteltessék meg a bennünket, és legyen minden kísértésben, de szava is meg a könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a kisztított Isten szenvedő el nekem is. Thank you.
Elestél a keresztről, a kereszt és a szenvedés nem láthatod csupán, nem csak mutatod, mint a fáj. Valóban rosszod a száj, mert a kereszt gerendája nagyon nehéz volt. Az ilyen már egykor elbonyította arcodat, hiába próbáltad megtörölni szemet. Az út nehéz volt, göröngyös, egy kiálló kőben megbotlottál, és végig zuhantál a földön. És ahogy boros, éles szemekként ott feküdtél, nem voltál sem szép, sem felés. Aki hozzád, hogy mindjárt tette, nehogy megtisztítsa a véletlen a kezét. Vagy másként volt, Uram. Tudom, ez a szenvedés is önkéntes volt. És talán nem is azért zuhantál le, mert gyenge voltál, hanem mert kerestél valamit, amit csak a föld forrában lehet megtalálni. Lent nagyon mélyen. Kerested az elesett embereket, az összezúzott lelkeket. Kerestél minket. Utánunk jöttél a föld sorába is. Eddig csak tanítómesterünk voltál, csodálatos gyógyító orvosunk, Isten tündöklő ruhájú követe. Csodáltunk és imádtunk, felnéztünk rád, mint aki messze magasan felettünk állsz. De most a tépet ruhában véletlen fekszel a földön, mert minket keresel, most lettél igazán a testvérünk. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék a nevedet, jöjjön el a te országod, és bocsáss meg tétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenet tétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztító kényelmet. Te nem csak ember voltál, hanem megváltó is. És a megváltó most találta meg leghatalmasabb segítőtársát. A szent szűz anya útja ettől a perctől kezdve nem a gyászoló anyái csupán, aki látni akarja a fia végét, hanem a megváltó szolgáló leányái és segítőtársái, aki maga is millió és millió bűnös gyermekéért szenved, maga is hozzájárul, hogy azok visszakerüljenek az Isten szeretetébe. Sajnálni, mások is sajnálják a Krisztust. De ezek sajnálata csak emberi részvét, amit az Úr elfogad, hogy az elfogadással megjutalmazza. Munkatárs egyedül a fájdalmas anya lehetett, aki ezen az úton lett minden szenvedő ember édesanyja is.
téged. Szirenei Simon, nem látok benned más, mint egy elítéltet, aki már a végét jár. Aki ha segít, viszont szolgáltatásra nem számíthat, és talán fél órája sincs már vissza. Így nézünk rád, Uram. Most nem kérünk semmit, csak a nehéz perceinkben együtt akarunk lenni veled. És segíts, hogy ne csak rád, hanem másra is így tudjunk nézni. Tudjuk szeretni azt, akitől nem várhatunk semmit. Hisz az elesett ember szeméből te nézel felén, a tántorból lépések, belsett arcok, kimerült szemek, mind a te áruháid. Add, Uram, hogy puszuljon ki belőlünk az önzés. Add, hogy tudjunk adni viszontlást nélkül, tudjunk szeretni egyoldalúan. Add, hogy engedjük magunkat kihasználni, és tudjunk segíteni azokat, akik elfelejtenek már a következő órában. Tudom, hogy te nem vagy ilyen, és te nem felejtesz. De tőled sem jutalmat kérek, hanem csak azt, hogy egyszer én is segíthessek neked. Mi a tyánk? Aki elményed a amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Könnyen ide adjunk, Uram. Könnyen ide adjunk, és a tisztítók ennek esetlen. Könyörülj rajtunk, Uram.
Jézus másodszor esik el a keresztre. Imádom téged, Krisztus, és áldom téged. Másodszor is elestél a keresztalon. Az előző találkozások nem enyhítették a megváltói feladat szúnyát. Együtt szenvedtek veled, mint a fájdalmas anya. Egy pillanatra megtisztították arcodat, mint Veronika. Egy percre megemeltük a kereszt gerendáját, mint Cirenei Simon. De a világ bűneinek terhén ők nem enyhítettek semmit. Azon csak megtérő bűnös enyhíthet, többet, mint 99 igaz. És megtérő bűnösök itt nem voltak. Könnyek voltak és részvét, de megtérés nem. Azért kerültél újra a földre. Igaz, hogy a részvétből is mind kevesebb jutott, hisz másodszor már nem találtak egy újabb Cirenei Simont. Először még mindenki sajnált. Másodszor már kezdték megszokni a dolgot, sőt titokban már unták is egy kicsit. A szemek már sürgetve néznek a hegyre, hogy legyünk már végre ott. A Krisztusról már elfeledkeztek, hiába van ott előttük. A sajnálat elpázolik, és a három órai sötétség első árnyékai már elsütítették a szíveket. Mi atyám, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk a te ellened vétkezőknek, és merjünk minket kísértésbe. Nyolcadik állomás, Jézus találkozik a Jeruzsálemi asszonyokkal. Imádom téged, Krisztus, és áldom téged. Könnyedző asszonyok. Végre, végre a világ millió könnyedségéből a Krisztusnak is jutott néhány. De valami egészen furcsa és váratlan dolog történik. Az Úr most az egyszer nem köszöni meg az egyik kérdést. Vérző sáros, mindegyő ember kiegyenesedik, az összeragadt hajszálakat elsütíti az arcából, és a régi szilánksággal mondja, ne én rajtam sirassatok, hanem magatokon és gyermekeiteken. Ó, Uram, csak ezt nem mondtad volna. Mindent odaadnánk, mindent feláldoznánk, csak az ifjúság, csak a gyerekek lelke maradna meg a magság útján. És te most azt mondod, elsirattatjátok magatokat, elsirattatjátok gyermekeiteket. És mi valóban nem tudunk más tenni, mint útszélén tehetetlenül sírni. Nézni a távolgó Krisztust, és nézni az elvesző gyermekeket. Sírunk, Uram, ahogy te mondottad, magunkkal és gyermekeinkkel. Kilencedik állomás. Jézus harmadszor esik el a keresztről. Imádom téged, Krisztus, és áldom téged. A harmadik esés. Ez már a végső kimerültség, már a halál első csapása. Már a részvét is csak a halálnak segít. Azért emelik fel, hogy meg ne halljon a keresztre feszítés előtt. Ez a mi szívünk, Uram. Ha sajnálunk valakit, akkor is önzők vagyunk. Titokban annak örülünk, hogy nekünk könnyebb a sorsunk. És így vagyunk mindennel. Tiszta érzés nincsen bennünk, szinte soha.
Szeretetnek hívjuk a titkos menzést, részvétnek hívjuk a kárörömet, imádságnak a lélektelen szavakat, bizalomnak a kényelmes pusztaságot, bűnbánatnak a kiábrándulást. Adj, Uram, őszinte szavakat nekünk, és adj őszinte életet. A Te szavaid mögött nem volt titkos megbúvó értelem, mindent úgy értettél, mint ahogy azt mondtad. A Te beszédedben az igen, igen volt, és a nem, nem. Add, Uram, hogy amikor kell, akkor tudjak igent mondani, igazán és teljes lélekkel. És amikor kell, akkor tudjak nemet is mondani végleg, és titkos alkudozások nélkül. A Te hullóvéred tanítson őszinteségre. Mi Atyánk, több a te szenvedésed minden másénál. A keresztet csak ezben, sok ezben elszenvedték már előtted és utánad, de senki sem készült rá tudatosan az élete első percétől kezdve. Neked ez volt a célod, ezért éltél. Nem tudunk mérben követni téged. Ha mondjuk is, ha ígérünk és fogadkozunk, nem igaz, amit mondunk. Neked a kereszt cél, nekünk teher. Mi menekülünk tőle, te akartod. És a ruhát sem úgy képték talán le rólad, hanem magad adtad le, hogy mint a világtörténelem hőse, a vér páncéljában birkózz meg a bűnnel, óriás voltál ezekben a percekben. Ó, vérbe öltözött Krisztus, add rám az áldozatok ruháját, de adj szemedni, Köszönöm is. És ezt a képet tartod magadról hitelesnek,
Ezt a keresztre feszített képet adtad át a világnak. Többre tartod a leszögezett kezet, mintha áldásra emelnéd, vagy megsimogatnád vele az ember. Több útját járod meg az életnek megszegezett lábbal, mint mikor egészségesen a boldogságok megére mentél. És szenvedésben megfeszítve vagy igazán az enyém, édes, égő szerelemmel szeretett, megcsúfolt Krisztusom. Mi a teán? Amit meg-megemelt a melkos, görcsös vívódása. Én, Uram, nagyon messziről nézek, mégis mást látok benned. Kereszted és rajta kínlódó te magad, álmatlan éjszakáim egyetlen vigasztalása. Bűneimben a legnagyobb lelkiismeret útalás, megtérésemben a legnagyobb remény és legnagyobb öröm. Alig keresztúton már elfogadtad a kikényszerített segítséget is, mikor felfeszítettek, a lator is közel jutott hozzád. Emberi nyelven beszélek, Uram, és emberi szemmel nézve, itt nőtt a szereteted igazán egyetemessé. Szenvedő Krisztus, áldott a te szenvedésed, áldott a szomjúságod, áldott az árvaságod, mert egy ital vízzel, egy alázatos fohásszal én is adhatok neked valamit. De már csak az utolsó percben, mert ekkor már ott volt melletted a halál, és rátette a szívedre a kezét. És nagy pénteken, 3 órakor Jézus nagy szóval kiáltva lehajtál fejét, és kiadál lelkét. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, mert szabadíts meg a gonosztól. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk és a tisztító tisztelt szenvedő lelkeket. Tizenharmadik állomás. Jézus testét leveszik a keresztről és fájdalmas enge ölébe teszik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mert nem kereszted által megváltottad a világot. Amikor eljöttezett a temetés órája, létrán támasztottak a kereszthez. Fehér vászon leplettettek a holttest alá, kivették a szegeket, és simán, zökkenő nélkül lecsúsztották a Krisztus holttestét a földre. Már egészen hideg volt, mikor a fájdalmak anyja átöleltek. Most járta át a szívét a 7. kör. Kereste a fia ismerős vonásait,
kereste a szavakat, szemek égő pillantását, kezek ismerős mozdulatát, mégis nem található ő egyiket sem. És feltámad benne a nehéz kérdés, itt hagytál, elmentél, hiába kereslek többé bánkódva és néma fájdalommal, ekkor, mintha felcsendültek volna a rég hallott szavak, miért kerestetek engem? Nem tudjátok, hogy abban kell lennem, ami az atyáé? És a Szűz Mária megérezte, hogy a Krisztusban most is hinni kell, most, amikor holtan fekszik. Nem kell keresni, mert itt van, csak a halál köntösét vette magára. Meghalt, de el nem ment. És a hét fájdalmú szűz erős volt megint. Csak az volt nagyon nehéz, mikor az utolsó ölelés után azt mondta csendesen, el kell temetni. Üdvözd légy Mária! Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. A sír kősziklába volt vájva, és amint ráfektették a kőlapra, feltűnt, hogy az arca milyen szép megint. A régi komoly arc, a kínlódás nyomai kisimultak egészen, a régi Krisztus feküdt. Más halott, idegen, ez nem volt az. Más halott elriaszt, emellett szerettek volna ott maradni. Más halottról félnek, ez mintha hívta volna őket. De itt volt az este, feljött a csillag, és a Krisztust el kellett hagyni. És végig kellett menni az úton, melyen pár órája még ő járt, a fák közt, amelyeket még ma is látok, a kő mellett, amelyben elbotlott, és amelyen még ott volt a vére. El kellett menni haza, az üres házba. De otthon várta őket valami, amire nem számítottak. Az asztalon ott feküdt egy darab kenyér. A halott Krisztus utolsó ajándéka, maradék a tegnapi vacsorából. A levegőben még ott csengtek a szavak. Ez az én testem. Ez az én vérem. És lángolni kezdett a szívük. Megértették, hogy Krisztus valóban nem hagyta el őket. Eléjük jött, és már várta őket otthon. És amikor jött az éjszaka, az már nem a gyász, hanem a virrasztás éjszakája volt. És tudtak virrasztani egész éjszakán át, mert mellettük volt az Úr. Üdvözd légy Mária! Üdvözlőmmel teljes, az Úr van veled, áldott vagy te a asszonyok között, és áldott a teményednek kívülcsei Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Könyörülj rajtunk, Uram! Könyörülj rajtunk, és a tisztítunk. Segíteni nem tudtunk, mint ahogy a romatal gyertyára sem tudunk, az a véletlen. Csak világít és nyírat szükségesen a halál éjszakájában. Az, hogy ez a fény ki ne aludjon bennünk soha. Égen mindvégig, amíg a mi óránk is el nem érkezik egyszer. És ha majd nekünk alszik ki a föld minden fénye, akkor te virrasz ellenünk.
És amikor remegve állott az ítélő széket előtt, mielőtt az utolsó szót kimondott, vett számításba, hogy néha elkísért a keresztül. Vett számításba ezt a mai napot is. Bűnösök vagyunk, de amikor szenvedtél, beléd álltunk és áhítattal emlékeztünk meg minden sebedről. Azra, hogy mint a megtérő bűnös, egykor mi is együtt lehessünk veled a paradicsomban.